Idén több pénz jut Hajdúszoboszlón az egyes választókörzetek közterületeinek felújítására, mondta Harsányi István, a hármaszámú választókerület önkormányzati képviselője március 10-én és 11-én tartott lakossági fórumot, ahol beszámolta a város előző évi fejlesztéseiről, az idei költségvetésről, valamint Hajdúszoboszló és egyéni körzete fejlesztési elképzeléseiről. Ezt a gyalogos átkelő helyet nemrég adták át a hármaszámú választókörzetben. Ezt is abból a közel 3,5 millió forintból létesítették, melyet az északi városrész 2013-ban kapott a körzet közterületeinek felújítására, illetve fejlesztésére. Idén az úgynevezett járdapénzre több jut mind a városban, mint pedig a hármaszámú választókörzetben. Többek között erről is tájékoztatta a jelenlévőket március 11-i lakossági fórumán Harsányi István. A körzet önkormányzati képviselője elmondta, a korábbiakhoz hasonlóan idén is főleg járdákat szeretne felújítatni ebből az összegből. Az előző évben 27 millió forint állt rendelkezésre a közterületek felújítására, ebben az évben ez 40 millió forintra nőtt meg. Ha 8 körzetet vesszük, átlagosan 5 millió forint jut egy körzetre. Természetesen átlagosan nem vehetjük ezeket a pénzeket, mert vannak körzetek, amelyek nagyobbak, vannak, amelyek kisebbek, tehát lehet, hogy ebben is egy kicsit differenciálni kellene. Most magam fele szólok, mert az én körzetem viszonylag elég nagy körzet, nagy területen fekszik. A körülbelül 5 millió forintot én inkább most is a járdafelújításra szánnám. Van néhány árokrendezési probléma, útpatka rendezési probléma, vízelvezetés, például a patkavételbár előtt a Lovas utcán, a esőzésnél megáll a víz, és ezt sajnos meg kell tervezhetni először, és utána jöhet a kivitelezés, tehát remélem, hogy ebben az évben legalább a tervezésig eljutunk, és a következő évben pedig a kivitelezés is megvalósul, és ezen a részen nem fog megállni a víz. A lakossági fórumon Harsány István beszámolt a város előző évi fejlesztéseiről. A városközpont például 1,2 milliárd forintból újult meg, mondta a képviselő. Ennek keretében jelenleg is felújítás alatt van a művelődési ház, de teljesen megújult a volt mozi épülete, az előtte lévő tér, a Kossuth Társasház homlokzata, az első világháborús emlékmű, valamint parkolókat is építettek. A beruházások pedig 2014-ben is folytatódnak. Az önkormányzati képviselő a város és a körzet fejlesztési elképzeléseit is ismertette a jelenlévőkkel. Ezután a fórum résztvevői kérdéseket tettek fel, illetve észrevételeiket osztották meg a képviselővel. A jelenlévők leginkább ingatlanjaikat érintő kérdéseket intéztek Harsányi Istvánhoz. Olyan kérdésünk volt a lakossági fórumon a Harsányi képviselő úrhoz, hogy az Ady Endre utcán élünk, én még gyerekkoromban is, tehát erre az utcára születtem, és fásítással kapcsolatban kérdeztük, hogy az önkormányzat helyezze ki fákat, hova kell a kérvényt benyújtani, illetve előttünk az Ady Endre utca 13 szám alatt van egy életveszélyes épület, amit a tulajdonos évek óta nem szeretne sem lebontani, sem rendbe tenni a környékét, és ez már veszélyes a gyermekeinkre is, mert ugye csak az udvarban nem tudnak megfelelően játszani, már életveszélyes a tetőkémény, illetve a gépkocsival sem tudunk megfelelően így megállni, illetve mezőgazdasági telephelyként anyát működtetünk a fogtüvi dűlőn, és nagyon jó lenne, hogyha támogatná valamennyiben az önkormányzat azt, hogy villanyvezetés kerülne, mert az a gond, hogy ugye évek óta itt nincsen villany, és juhászaink is ezért a 2014-ben nem megfelelő az, hogy a gyertyát kelljen vásárolni, és azzal világítanak, így étkeznek, nevelik gyermekeiket, illetve mi úgy eletjük le a kisbárányokat, és gazdálkodunk már itt 10 éve, hogy agregátorról üzemeltetjük, és ezt a vállalkozást nagyon megterheli azért heti szinten a gázolaj megvásárlása. Az önkormányzati képviselő helyben válaszolt is Zokolicáik kérdéseire. Az önkormányzat a költségvetésben 5 millió forintot különített el
fásításra, tehát van lehetőség a körzetemben is néhány ház előtt fákat ültetni, természetesen olyan fákat, ami a környezetbe illik, és amit jóvá hagy a városgazda kertésze, illetve az önkormányzat, amit jóvá hagy. Ha esetleg valakinek más igénye van, saját magának is ültethet a kapuléde önkormányzati engedéllyel, tehát be kell menni a polgármesteri hivatalba is engedélyt kérni arra, hogy kiülteti a fáját, és olyan jogszabályok vannak, hogy ezután már nem ő rendelkezik a fájával, hanem ez a város tulajdona, az önkormányzat tulajdona lesz, tehát ha ki akarja vágni, akkor erre engedélyt kell kérni. A romosházzal kapcsolatban, ha a közterületre veszélyes, akkor be kell jelenteni ezt a házat a közterület felügyelőknek, és akkor ők megvizsgálják és felszólítják a tulajdonost a lebontásra vagy a balesetveszély elhárítására. Az elektromos áram ellátással kapcsolatban, hogy a kormányunk is támogatja a tanyáknak az építését. Én gondolom, hogy lesznek majd pályázatok a villamosításra, az elektromos áram ellátására, kiépítésére. Itt aztán gondolom, hogy önrész is kell, mert szinte minden pályázatnál önrész szükséges. Itt gondolom, hogy a gazdáknak össze kell fogni, akiket ez pozitívan érint, tehát őnekik is zsebbe kell nyúlni, illetve ha az önkormányzatnak olyan lesz a költségvetése, és benyújtanak igényt az önkormányzati költségvetéshez, akkor a képviselőtestületen, önkormányzaton múlik, hogy milyen mértékben tudja ezt az önrészt segíteni. Harsány István minden kérdést, illetve igényt meghallgatotta a jelenlévők részéről, melyeket meg is próbál oldani, illetve megoldásukban segítséget nyújt a lakosságnak.